Kis betű.net, egyből bannolás, semmi, ez a pálya is kibannol minket a semmiért, mert egy évig nem mentünk fel a akkuntra, aztán ezért kibannolnak, mert inaktív volt a akkunt, aztán kell a hely, ott kell a hely a többieknek, akik használják is. Hát szomorú. Én ez a betű.net, mindenkinek, ilyen ez. Blizzard buff. Úristen, milyen karácsonyos. Baszett falva, Manó falva, baszki. Yumino falva. Stardust Valley-ből. Nem a Stardew Valley, a Stardust Valley. Hogy rótszal, hát ez élen. Azt sem tudom, hogy melyik mi. Azt sem tudom, melyik pálya, melyik a pálya, meg melyik a nem pálya. Kis srácok egyébként. Melyiket, mit? Melyiket tartjátok a legfontosabb mérkőzésnek a szombati Marine-ben kapcsán? Melyiket várjátok a legjobban, melyik mérkőzést? What is the most excitement for? Exciting. Most exciting mérkőzés. Mindet? Jó. Én is így gondoltam. Én is mindent várok. Főleg megint csak öt darab mérkődés lesz, miért ne? Haha, megkaptak, hogy csak... És engemet meg kikerült. Haha. Szomorú. Nem is szok még örömezett bújére, mert még akármi lehet. Mint például ez is. Ne! Az egész banger lesz. A Bloodline-os mérkőzés is fasza lesz. Az is fasza lesz. Bloodline vs. Team Cody Rhodes match. Mindkét Marine többek nagyon fasza lesz, a női meg a férfi is egyébként. Damien Priest, Seth Rollins is fasza lesz nagyon. Sami Zayn, Bron Breakker is. Ott lesz a szerep. Bron Breakker, bazdmeg a Future Star konkrétan nagy feltörekvő jövő nagy sztárja lehet. Bron Breakker. Itt a lehetősége jött, hogy megnyerje a kis midcard övet, azzal legalább egy kicsit fel legyen futtatva. Aztán majd a SummerSlam-en mehet a jó kis LA Knight Logan Paul match. Na ott a SummerSlam, ott nem lesz 5 mérkőzés. Ott biztos, hogy nem lesz 5 mérkőzés. Biztos, hogy legalább hogy 7 vagy 8 mes lesz. És én szerintem. Alapból azért is, mert azért az egy nagy gála, az a másik, tehát nagyobb gála az. Az nem elégszünk meg azzal, csak egy 2 óra 50 perces izév gálával, vagy egy 3 órással. Még ez a Money in the Bank is egyébként, hogy azért egy nagy gála azért. Akkor csak a negyedik legnagyobb gála, hogyha úgy nézzük. A WrestleMania SummerSlam és a Royal Rumble után már legyőzi a izét. Már legyőzi a Survivor Series-t is. Sikerült.
Az a kurva mikrofonomtól nem látom a izét. A jelet, bazd meg, és hova lett már az első jelet, bazd meg. Kurva anyádat, hogy dagyot, hogy picsába vagy ott az épp világ végén. Ott négy lesz. Az baszna be. Benyújtanék egy kérvényt. És azt mondanám, hogy triplés bolond vagy? Azt mondanám. Nem látom a... Hát az első pályázon a részen és már bolondok háza. Adjál már! Honnan jön az bazeg? Kilométerről jön? Na, tahogy a büdös kurva élet faszába, bazd meg. Hány rakétát rak, bazd meg? Kettőt? Nyolcat egyszerre? Nyolcat, bazd meg. Kurva jó vagy. Mindennek menjél neki, mindennek bazd meg. Taka van már, menjél már, bazd. Csodás pálya. Imádnivaló pálya. Imádnivaló ellenfelekkel. Igen, rájöttem már, hogy mi a fasz kell itt csinálni. De mit csinál most? Miért csinálod azt, hogy az előtt csinált? Mi a fasz? Ennyire érzik én ez a fos? Jó, akkor nyalt ki a tökélet, nem tudom már mi a fasz kell itt csinálni. Yes. Elvől taposod, azért még a rakétát a seggembe küldik, mert miért ne? Az jó volt. Így kell ezt. Így kell ezt, gyerekek. Azért is be széttapossa a belemet. Most hol ment ez a másik rakéta? Semmibe? Ellőtte a semmibe, csak úgy random, mert jó kedve volt. Az mi volt? Hova az Isten ment már az első helyezett? A világba elment már. Őt kell megbaszni, azt hittem, hogy a dobozza belemegy azt akkor, hogy... Isten tüzé. Ne már! Istenem, belevelem, hát komolyan mondom. Jó, leszarom ezt a szart. Ennyi volt mára. Megvan a két óra. Dögöljön meg a játék ott, ahol van. Fantasztikus. Nagyon könnyű játék. Bátran ajánlom mindenkinek. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy játszol ezzel a játékkal. Nagyon kedves és hangulatos. Gyerekbarát. Gyerekek nyugodtan játszhatnak vele egyébként. Gyerekeknek fantasztikus élmény fog nyújtani. Hát, vasárnap nézzük tovább a WWE-t, Money in the Bank-et. Money in the Bank PPV lesz, gála lesz. Azt, ha gondolod, azt majd jöhetsz te is nézni. Mert persze mindenki jöhet nézni. Akit érdekel, persze, ez nagyon fontos, akit érdekel, mert akit nem érdekel, azt mondok felesleges. Szevasz, Peti! Jövök, ha tudok. Rendben. Én izékor lenne ilyen...
hét körül, este hét. Erádnak az a kedvenc modern animéje. Attack on Titan? Azt mondta, igen, meg a Jujutsu Kaisen mondta még azon ki, hogy az ami nagyon lekötötte. Mert nyilván most... Amit ők nagyon nyomatnak most a Gergővel, a Baki meg a Kengan Ashura, de azokat még nem ajánlanám neked szerintem. Azt még azt mondom, hogy azt még kicsit még előtte nézzél ilyen kisebb, ilyen shonen cuccokat. Főleg azért is, mert lehet, hogy az animáció nem biztos, hogy megfog téged, de most én magamból indulok ki legalábbis. Előbb ajánlok neked egyébként egy Jojo-t, azt tudnék neked állni egyébként nagyon. Csak azután, hogyha meg elkezded nézni a Jojo Bizarre Adventure-t, hát akkor amit te mondtál itt, hogy eddig a legbizarabb pillanatok a Demon Slayer-be, hát azt szorozd meg 10-zel szerintem, amit a Jojo-ba látnál, az húbazd meg. Az nagyon elborult. Mert mondjuk szerintem a South Parkon nőttél fel, hogyha az... Kb. Hasonló elborultságokra kell számítani, csak ott nem gyilkolnak meg, csak ott totál random valakit. Nem rúgja ebbe a szerként, azt lőnek pofán valakit, mint a izé, de a South Parkon, mert csak úgy megtehetik, meg ilyenek. Meg ott egységes sztori van valamilyen szinten, mondjuk ott nem teljesen, mert ott minden évadban más a főszerep, hogy egy kicsit ott másra kell felfogni. Bakit az haverom ajánlotta, ő nézte szarrá a Bakit, pedig nem nagyon animés. Az igen. Mondjuk a Dry is mondta egyébként nem nagyon animés, de mégis a Jojo-t azt kurvára adta. Jojo volt az egyetlen anime, amit látott, azt hiszem, és azt nagyon élvezte. Nem tudom, hogy azon kívül most más nézette, de azt tudom, hogy azt mondta, hogy azt nagyon szerette. Menj riózni inkább. Riózni! Bassza meg. Aki szerintem nem jó, annyi hülyeséget, ami bamban van. A harcok jók, mert amikor a harc megy a szájk alatt, de olyan, ami, mint a tele lenne az egész fillerre. Igen. Az a baj, a Bakit... Úgy mondom, ezt nem láttam még a Bakit egyébként. Vagy írtásra. Igen, ne saját azt láttam egyébként, az nem volt rossz. De nem azt mondom, hogy az életem animéje, és szerintem a Baki sem lesz az. De nem rossz egyébként. Azért nem tudom elkezdeni. Annyira akarom ezt nézni. Mindegy, hogy kezdjük. Ha nézzük, mit tudunk itt a nagy bandikúttal menni. Mit tanultunk a tennapi napból. Most jobban felkészítettem magamat mentálisan, srácok. Most talán most nem fogom annyira felbaszni magamat. Mint tavaly. Tavaly, tegnap. Előbb is tavalyt mondtam. Szóval itt tegnap. Tegnap váratlanul ért engem ez a nehézség. Nyilván mert tudom, hogy a bandikút játékok azok nehezek, de azt nem gondoltam, hogy a versenyautós is ilyen lesz. Azt gondoltam, ez egy kicsit azért valamennyire enyhít a fájdalmakon, de az még jól sikerült. Szóval most felkészítettem magamat testbe és lélekbe. Az jó volt. Nem állok túl jól. Szóval most felkészítettem magamat testbe és lélekbe, és talán nem fogom annyira felbaszni magamat tényleg. És igyekszek jobban fürtőztetni magamat. Tűrőképességem jobb legyen egy fokkal. Ez eddig kiváló. Az kemény! Egymás után kétszer dobtak szájon rakétával. Most a számolom egyébként. Hármat nyomtak belém eddig már. Vagy még négyet? Betegek. Utolsó vagyok. Hát mi kell ennél? Még jobb. Nem fogok tudni maximálisan koncentrálni, bazzag, amíg a meccs tart. Hátom a Gergő is. De most már hagyják már abba a geszét, vajon felbasz. Nem felbasz, csak engem basznak, csak engem találnak el. Csak engem találnak el, bazzag, ez a rakétákkal. Kezdhetjük is előről, szerintem úgyis el. Ebbe is igazságtalan az AI? Hát mindig. Hát szevasztelsz egyébként. Ez mindig. Hát non-stop, hát ötször találtak már engem csak ezen a versenyen a rakéták. Felkészültem mentálisan. Ez még nem volt ilyen felbaszás, ez még semmi. Szóval szevasztel...
szerencsétlengedtek már komolyan. Mondjuk az már, még az is volna egyébként, ha most mondjuk fognák esetleg, és izé, és elvinnék a büntetőrugásig, mert közszóltan a franciák nem valami jók büntetőkbe, és a portugálok azok jók büntetőbe, hogyha ha odáig képesek eljutni, akkor az már egy jó, az már egy ilyen jó dolog. Reátai, vagy milyen tornament. Évad feléig néztem, ott kell jönni, amire fel van építve az előző évad végével, le tudják a hatodik rész alatt, utána meg már nem kötött le annyira. Aha, ja, értem. De főképp ilyen tornamentekről szól az egész, nem? Kártevsz 2 után nekem nem tűnik még ez durvának. Ja, az izé. Kártevsz 2, az milyen? Az milyen kárt, ez milyen kártjáték? Nem hallottam még arról. Lehet, hogy itt kéne átváltsak egyébként erről a... Őrületbe kergetnek ezek a rakéták. De vágod, de direkt figyelem egyébként az embereket. Direkt figyelem a többi játékost. És sehol nem látom, hogy bárkit eltalálna a rakéta. Bárkit meglőnének. Most valakit meglőttek. Most megint vissza kell kicsit rázódjak, mert... Tegnap eljutottam azt, hogy másodikként végeztem, másodikként értem be. Az egész jól sikerült. Hú, az közel volt, geci. Nagyon komoly a szisztematika. Kéne rá baszni egy... Nem tudom, hogy rámente. Szerintem ráment. Jó lesz! Sikerülni fog! Megcsináltuk, gyerekek! Mert szabadrugásos a izé, szabadrugás. Végezel a Portugália és Ronaldo a szabadrugásnál. Na most jó helyen van. Be kell találni, meg ú, az nagyon közel. Be kell rúgni. Vagy majd beadni, amit azt sem. Bazd meg! Nem áll! Nem áll! Geci! Hát ez nem sikerült valami jól. Kurva életben. Szevasz volt. Szevasz volt, üdvözöllek. Meg hát az első verseny a mai napon. Ez már nem is rossz. Első oldalt nem néztem meg. A Netflix-esre kezdtem, ami kb. Annak a folytatása, de nálam is nézhető. Az alap, hogy ilyen bűnözők önnek így verekedni, és sosem vesztettek még, és aztán azt hallották, hogy elszúdik, hogy tudnak túlkat verekedni. Ja. Hát ilyen tipik shonen. Tipik shonen hozzáállás egyébként. Ezen a meccsen tök jót aludtam így az első fél időben. Tényleg? Még tök izgis volt. Meg a izé a spanyol-németország is nagyon faszal volt. Nagyon izgis volt. Ez azt én izé munka közben hallgattam, megnéztem közben. Közben dolgoztam. De tök jó volt. Most nem találta be, most nem talált be Ronaldo, de nagyon közel volt hozzá. Na de, megvan az első meccs, Baki is gondolom kölcsöz ragadt, mint a Tokió. Hát nem. nem. már kapásból, hogyha... Hát már... És attól függ most, attól függ. Nem. Lehet, hogy korszakban valamilyen szinten föltözött ragadtam. Ez egy korszakban nem rugaszkodik annyira, nem tudom. De az,
Már csak ha ránézel a karakterekre, már abban meg tudom mondani, na ez nem földhöz ragadt, mert az, úgy néznek ki azok a karakterek, mint ha most az összes kibaszott Bucky-s karakter olyan, mint Arnold Schwarzenegger Prime érájában, Prime korában, amikor ekkora karja volt, így ekkora, és akkor így ekkora, így szét vannak hasadva. Szép vannak kutyázva, tehát még a Dragon Ballban nincsenek így kigyúrva az emberek, hát az megbolondulsz. És olyan fejük van azért Bucky-ban, mint a szopószájúakban, az, mint az Margit néni, meg a Babi néni összepárosítva, meg az lecsókolva, ezt fel tudták a segítségbe, és akkor így néznek ki. Így, mint amikor szarni készülnek, ilyen fejük van. Bazd meg! Hú, de közel volt. Na de. Szóval kb. Így kell elképzeld. Nyilván, hogyha most itt lenne a Gergő, akkor azt mondja, ha majd el csömbert, nem is látom, hogy mi a beszélt, majd el. Egyből megvédené a Bucky-t, mert ő szereti, meg az Erbá is. Legnagyobb Bucky rajongó világ. Hát igen, hát majd a Gergő vitős megvédeni egyébként, ha itt lenne. Legnagyobb Bucky rajongók, azok szerintem fogják azt ugyanilyen hasonlóra kigyurmázzák magukat. Ez az új generációs Dragon Ball, mert régen a Dragon Ball miatt gyurmázták ki az emberek magukat, most ez. Sikerül elvenni? Á. Újabb mérkőzés közben. Ja, közben meg már elkezdődtem ez verseny. Még az első két részben van egyik sávon, hát lemegyek a készfejét, majd megszólal, hogy köszönni, mert így a mit tudom én milyen karakterütés nem fogja megfájítani a kezét, és a csonkkal verekszik. Hát ott az nagyon komoly. Hát az eleg elborultabb. Ugyanolyan elborult be azért, mint a izé. A Jojo. Bucky. A Kenga Nashura talán egy fokkal földhöz ragadtabb talán. Vagyis ilyen kevert halszűmészeteket mutat be, de talán egy fokkal izébb. Földhöz ragadtasabb. Ugye vége az rendes játékidőnek egyébként, már 89. percen járnak, úgyhogy lassan vége. Hát eddig ez fantasztikus egy... Nem tudok arra elmenni? Csak kíváncsiságból. Hát nem. De direkt nem enged gyorsabban menni egyébként. Direkt nem enged, hogy gyorsabban menjek. Mert az milyen lenne már? Te elcsalni itt a izét. Elcsalni a pályát, ha az milyen bunkóság lenne már. Veszettség lenne. Milyen utolsó helyekre rajtolok mindig? Ez pont sikerült ezt ki intéztetni. A bazd meg. Hát ez egy katasztrofális ez a kanyar. Nem tudom, hogy fogom ezt izé abzolválni. Ez jó volt. Nem tudom, hogy fogom abzolválni ezt, de... Hát ezeket a szűkös pályákat nem nagyon szeretem, hogy őszinte legyek. Donkey Kong kifeküdt, vagyis Tiny Tiger, Tigris Dániel, Tiger János. Mennyi ez? Csak belemegyek. Ide belemegyek. Az mégis mi a faszom volt, hát.
Az annyira elment az első helyezett. Itt nem lehet driftelni, nem is nem lehet ilyen boostot nyomni. Nem nagyon tudok. Ott a vége. 3 perc hosszabbítás. Ez nem sok. Ez már nem lesz meg szerintem. Már eldőlt szerintem, hogy itt már nem lesz... Nem tudom, hogy lesz gól, itt már valószínűleg ezt folytatni fogják. Itt egyes játékidőben nem döntöttek. Nem dőlt el a... Nes sorsa. Ó, a boss tetszeni fog. Igen? Ezen a pályán lesz, hogy mi? Azt elhangzik. Ha így lesz. Csak a gond. Csak egy film nem, amikor a Bucky is másik ellen, amit most mondtál. Ja, az a crossover. A Kengenás urával? Valamit mondtak egyébként, valamit mondtak, de nem, az nem csak izét. Ilyen majd lesz. Úgy tudom, hogy majd csak lesz. Mindjárt vége az első, vagy teljes játékidőnek. Lehet. Netflix-es animét nagyon jó. Bastard, Tenku, Shintaro. A Bastardot azt én néztem. A Bastardnak az első évadját, első felét azt néztem, de... Az milyen védés volt, bazd meg. Azt a büdös kurva életben. A Diogo Costa, bazd, ez a kapus, ő menti meg a Portugáliát, geci. Anya az nem jött be nekem a Bastard. Csak az első fejét néztem, az első tizenakárhány részt. Annyira az nem győzött engem meg, de... Hát ilyen tök közel álltam, hogy győzelembe ez megint most. Az jó. Igazából már ez a játék csak egy dologgal tud engem felbaszni, az pedig a... Hát vagy nem ez, hanem a rakéta. Rakéta átkúrás. De bazdmeg, ez hogy lehet ezt bevenni? Anélkül, hogy... Be se lehet venni ezt a kanyart. Anélkül, hogy ne bazd tele magad. Micsoda full power volt ezt, te hallod. Egyből visszajöttem utolsó helyről. Fixen lelassulok ezen a részen egyszerűen. Azt hittem, hogy belemegyek. Geci, mert bele tényleg ebbe. Hogy ugrálgatni kell, és akkor azzal talán meg lesz. Hát ez már fukta. Baszhatjuk a geszibe. Lehet, hogy még rakjál be egy rakétát a faszomba, bazd meg. Neki mellett van az első egy, az retardált játék, komolyan mondom. Isteni elvezetes játék ez. Fantasztikus. Minden pillanatát élvezem. Ó, köszöntöm szépen, megint mehet előről. Há, Istenem! Szodit most megverték. Szodi segít meg kell kedvenc az e-mail. Kontrolértörés, Janus. Mi? Boss? Hát nem. Fogom azt átállítom easy-re a nehézséget, aztán kész. Megoldja a gondokat. MK-t kontrolletörés. Átállítjuk a nehézséget easy-re, aztán...
megbaszhat a játék. Úgy sikerült, hogy azt gondoltam. De most próbálok valami taktikát kihasználni, hogy mi az Isten lehet ezen a kanyarnál csinálni, mert ez... Nem tudom, ki találta ki ezt a kanyart. Ki találta ki ezt a kanyart, bazd meg. Formányos autóval meg lehet csinálni. Egy ilyen csöves autókkal nem lehet bazd meg ilyen kanyart bevenni. Nem tud ennyire kanyarodni ez az autó. Hát. Hát, hogy lehet ezt így bevenni? Hogy lehet ezt bevenni? Te ezt neked valami ötlet? Nem tudom, hogy te játszottál-e, valószínűleg te játszottál szerintem hozzá. Te mint nagy Crash fan. Itt tudom bevenni, max, nagyon max. Így is geci. Kétszer is megáll. Az utolsó kör lett volna már, akkor már meg lett volna a győzelem, de nem lett meg. Vagy de meg már az én van. Most vezettem a legkevesebb időt. Yeah! Még szerencsé, hogy a zöld geci még nem a izénél lesz meg a... Nem, a zöld genyó nem mondjuk a célvonal előtt lett volna. Már is kezdődött a hosszabbítás. Szevasz Kenta! Üdvözöllek! Nekem a metában a nevek... A varázsatokként nagyon tetszenek. A varázsatokként. Ha nem fogod meg az első évad, akkor nem érdemes tovább nézni a másik. Ja, arra gondolsz! Második még egy gyengébb? Az fasza. Ja, arra mert te izére Bastardra gondolsz. Hát ilyen nem volt rossz, de ilyen kis átlagosnak. Átlagosnak vélem egyébként. De egyébként nem volt rossz. Csát engem szama. Hát jó, de azért megvölöm, mert hiába szóltak neki, hogy nem mutassa a live-ba a 19-es kisajat, azért is csinálta. Az jó. De úgy játszottam. Ilyen új technológia, mint ilyes. Hát jó, de mondjuk izénét is nem tudom mennyivel másabb a régi cucc, a régi versenyes, a sima Crash Team Racing. Nem tudom, hogy az a pálya például a Crash Team Racing, vagy a Nitro Fuel-ban volt benne, vagy az a Nitro Fuel csak egy effektekkel volt, lett másabb, vagy az amit berakták, az nem tudom mit adott hozzá. Congratulations. You win a trophy. Nagyon jó. Már 10 megvan. Team Cortex, az fasza. Annak a szaga intrója a number one slágján nálam. Ja, a Demon Slayer-nek. Én CTR-ral max régen játszottam 9-10 évesen, az igen. Tényes ugye, úgyhogy azt sem tudom, hogy lehet driftelni a játékban. Ja, az jó. Szóval drift nélkül vitte... Mi a fasz? Drift nélkül vitte végig az. Ez igen. Az kemény. Oké, a harmadik az intro, hogy viszi a best intro. Igen? Tényleg? Kíváncsi leszek akkor az milyen lehet, mert... A Tokyo Revengers-nek a... Már az első évad opening-e is kurva jó volt, azt hiszem, jól emlékszem. Az első opening-e is nagyon fasza volt. Első... Nem is emlékszem most, hogy az első évadnak két opening-e volt, vagy egy? Őszinte részvétel. Na... Őszinte részvétel. Miért nem azt, hogy gratulációm, vagy respect, respecto? Elveszik a labdát, bazd meg, Istenem. Már az is jó, hogyha büntetőkig elviszik. És akkor hát, ha egy büntetőkkel tovább tud jutni a Portugália. Ugye emlékszem kettő.
Nekem az éj, az egy. Melyik az éj? Overlord első évad. Oh my god. Oh my god. Hát azt mondjuk az eléggé klasszikus az Overlord első opening, az elég klasszikus. Az olyan klasszikus, mint a One Punch Man első évad openingje. Meg a Attack on Titan első évad openingje. Ezek olyan klasszikusok. A Neon Genesis Evangelion. Vagy a Code Geass. Hát ez egy izgis lesz, bazzeg. Geassivel is tele van a pálya. De először csak épp eltanuljuk a pályát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Majd meglátjuk, mi lesz belőle. Kettős fókákkal tele lesz belőle, az lesz. Menjél már! Azon kívül meg az... elfelvíd. Ugye a... mire mondod a... openinget? Ugye azon, be, azon kívül az, az elfelvíd a másik kedvenc openinget? Hát... igen. Hát még openingre még azt mondom, hogy még elmegy. Openingre még elmegy. De animét azt úgy utáltam, mint a bűn. Ezt én elátkoztam magamba. Azt az animét. Kb. 10 évesen sokkal jobb gamer voltam, mint most. Benne voltak a rutinok, benne voltak a potenciál, a tehetség már akkor benned volt. Most csak a rutin van benned, de a tehetség már elszállt. És tapasztalat szerzés, az nagyon fontos. Meg ezt ez... Úristen! Tehát le kellett, szabályszerűen le kellett lassítsak itt, hallod. Hogy ne csúszak ki. Mekkora izé mentés, bazd meg. Franciák majdnem belőtték, geci. Hú, baszki. Nagyon komoly. Nagyon elképesztő. Mennyire szoros küzdelem. Basszál már meg tényleg. De szar pálya ez is. De szar pálya ez is. Konkrétan összes, ja, összes pálya szar. Egy jó pálya volt az a... az a kokeszes pálya, az könnyű volt, gyors volt, az jó volt. A többi pálya az egy szar. Hívos. De geszítem vissza, mert drifterek azt még jobban, be, jobban kicsúszok, mint amúgy nem nyomnék semmilyen gombot. Talában sem rágom a taktikát. Esküszöm, mint de már ezért kéne. Hát most az jó volt. Lassú vagyok, Gesz, lassú vagyok. Fasz! Az komoly volt. Elfelejtek mindig ugrani, mikor kéne. Mikor lehetne. Baszki, elbaszom.
ügyetlenségem, bazd meg. Nem hiszem, mert tényleg. Na, egy elbaltázott lehetőség. Geci! Ez már kuka ez a... Aj, és amikor érzem, hogy minimális...